Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Péter Falvi Attila, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Adatvédelmi... Na, kezdjük előről, akkor mi is most az új beosztás a mereszténye? Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szövetség hatóság elnöke. És itt van velünk változatlanul Kovács András, az Origo főmunkatársa. Vége van a türelmi időnek a GDPR-ral. Ez mit jelent magyarul? Hát május 25-e óta élesbe kell alkalmazni a jogszabály rendelkezéseit. Nálunk volt egy pici késés, hiszen a GDPR szabályait az adatkezelőknek május 25-től kellett alkalmazni. Viszont ha az adatvédelmi hatóság egy ügyben mondjuk hatósági eljárást akart volna kezdeményezni, akkor azt azért nem tudtuk az elején megtenni, mert a régi eljárási szabályaink nem alkalmazsak az új rendelet szerinti vizsgálatokra, eljárásokra, ezért május 25-től július 26-áig kellett arra várni, de ez csak a hatósági eljárásokat érinti, hogy megjelenjen a magyar új szabályozás, amelyik az eszköztárunkat adja meg. Viszont ez azt jelenti, hogy a GDPR az csak akkor enged speciális nemzeti szabályozást, hogyha arra maga a rendelet ad felhatalmazást. Így azt a vizsgálatot még a jogalkotónak el kell végeznie, hogy milyen rendelkezések vannak ma hatályban, amelyek a GDPR-ral nem egyeztethetőek össze, és számtalan ilyen van, hiszen több száz adatkezelés szabályozó törvényi rendelkezés van. Ezért lehet hallani például arról, hogy mondjuk a belügyi saláta törvény tartalmaz rendelkezéseket. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezen a területen a belügyminisztérium áll a legjobban, hiszen már összeállítottak egy saláta törvényt, amely a GDPR, illetve a rendőrség, belügyminisztérium különböző szerveinek az adatkezelésére nem csak a GDPR-t kell alkalmazni, sőt, ami a bűnmegelőzéssel kapcsolatos, vagy terrorizmus elleni védelem kapcsán, tehát nemzetbiztonsági kérdések, ott az infotörvényt kell alkalmazni, ez szintén újak a rendelkezései, mert ezt egy uniós irányelv szabályozza. De a többi tárcánál még nem történtek jelentős változások, bár most már azért kezdenek majd begyűrűzni a parlament elé azok a törvények, például gondoljunk itt a felsőoktatásra, egészségügyre, munkatörvénykönyvére. Ezeket a szabályokat hozzá kell igazítani a GDPR-hoz, illetve vannak olyan szabályok, amelyeket eleve hát hatályon kívül kell helyezni. Például a személy és vagyon biztonságról szóló törvény, magánnyomozói tevékenységről szóló törvényből az adatkezelési szabályokat. Tehát nem az, hogy ki lehet mondjuk vagyonőr, vagy ki lehet magánnyomozó, vagy milyen kamara képviseli őket, vagy milyen jogosítványai vannak a kamarának, hanem hogyha valaki ad egy megbízást egy magánnyomozónak, hogy az a magánnyomozó mit tehet, hogyan kezelhet adatokat, erre nézve csak és kizárólag a GDPR szabályait kell. Mi történik a végrehajtókkal, mert őnekik is elég érdekes a helyzetük? Hát tételesen kell a tárcáknak átnézni, hogy milyen felhatalmazást ad a GDPR, lehet-e egyáltalán szabályozni, és ha lehet, akkor miben? Általában, ahol lehet szabályozni, az részben a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos adatkezelések, hiszen ezek azért nemzeti kompetenciák, bár nyilván itt is a GDPR-hoz kell igazítani a szabályokat, illetve a közérdeken alapuló
adatkezeléseket, ilyen nyilván azok a közfeladatok, amelyeket az állam vagy az önkormányzat. És mielőtt az Andrásnak átadnám... Tehát itt a végrehajtókra is meg kell nézni tételesen. Mielőtt az Andrásnak átadnám a kérdezés lehetőségét, van itt egy nagyon fontos szektor, amely kiemelt rugalmasságot élvez az egyházak. Vajon a GDPR kellőképpen szabályozza az egyházak adatkezelését is, vagy ők változatlan önállóságban élhetnek tovább? Hát attól függ, mostanában több egyeztetésen, hát az egyeztetés alatt itt nem konferenciát értek, és nem is csak konzultációt, ha kettőnek egy ilyen vegyes műfaja, tartottunk már több egyház szervezetnél is, ahol nyilvánvalóan külön kell választani azokat a tevékenységeket, amelyek gyakorlatilag közérdeken alapuló tevékenységek, de nem az állam látja el, hanem átadta a fenntartói jogokat az egyházaknak. Tehát ami mondjuk egy egyházi oktatási intézmény, vagy egy egyházi szociális intézmény, egészségügyi intézmény, ezeknek az adatkezelésére ugyanúgy vonatkozik a GDPR. Aminél különbséget kell tenni, azok az adatkezelések, illetve az a terület, ahol az állam és az egyház szétválasztása megtörtént, vagyis nyilván itt a hitbeli igazságok kérdése, illetve azok az adatkezelések, amelyek kifejezetten a hitéleti tevékenységgel vannak összefüggésben, de itt azért egy nagyon érdekes bírósági döntést is meg lehetne említeni, nem magyar, hanem német, hogy például egy egyházi fenntartású intézménynél az, hogy a jelentkező, az állásra jelentkező annak a vallásnak a gyakorlója, amely a fenntartó, ezeket nem lehet kérni, ezeket az adatokat, illetve nem lehet hátrányosan az érintettnek a kárára alkalmazni. Tehát ez nyilván. Tehát, hogyha nem vagyok római katolikus, akkor nem jelentkezhetek egy katolikus intézménybe. De éppen az, hogy nem lehet megkérdezni, és nem lehet hátrányt az, hogy valaki mondjuk katolikus és nem protestáns. De mondjuk valaki egy kiváló kántor, de nem katolikus, akkor nem mehet el katolikus kántornak. De ez nem a hitéleti tevékenységgel kapcsolatos, hanem annak a közfeladatnak az ellátásával, amelynél a fenntartó csak az egyház. András, szeretett volna kérdezni valamit. Igen, itt a különféle elvek alkalmazásán önök büntetni is fognak egy idő után? Vagy még mindig van egy bizonyos határidő, amíg úgymond elnézőek? A bírságolásra vonatkozóan alapvetően a GDPR rendelkezéseit kell figyelembe venni, ami nem ír elő olyan szabályt, hogy kötelező a bírságolás. Ez gyakorlatilag az eljáró adatvédelmi hatóságoknak a jogköre, hogy hogyan állapítja meg a visszás vagy jogellenes adatkezelést. Kell-e a kötelezésen alapuló döntés mellé, hát tulajdonképpen egy részben a kötelező döntés kikényszeríthetőségét, részben pedig egy büntető jellegű bírságot is kiszabni. Ebben nincs kényszer, ami viszont fontos, hogy azért előbb-utóbb ki kell alakulni az egységes jogalkalmazásnak az Európai Unióban. Amire talán a kérdés irányult, az a KKV szektor, ahol van egy iránymutató jogszabályi rendelkezés, hogy lehetőleg első ízben ne alkalmazzon az adatvédelmi hatóság bírságot. Ez belefér az infotörvény rendelkezés, ez belefér a GDPR rendelkezéseibe, de nem jelenthet kötelező tiltást. Tehát mondjuk egy súlyosan gondatlan, vagy egy szándékos jogsértésnél, vagy adatbiztonsági követelmények megszegésénél, megsértésénél mondván, hogy én kockáztatok, mert akkor nagyobb haszonra tehetek szert, nyilván ez a védelem nem illető. Itt folytatjuk legközelebb, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és jó utat a párizsi konferenciára. Köszönöm. Előzetesek, és jövünk vissza.